neki. Jól van. Vászon bőrfonal az alapszint, cipő, ruha, köpeny a következő szint. Hát kell valami szövős vagy varrós, tudsz. Maláta ház. Az árpát használnak maláta előállításhoz. Oké. Okay. Maláta meg kell a sörhöz. Igen, tipre. De árpát meg még nem ültetünk. Hát egy következő földterület be lehet újítani. Viszont olyat nem látok, amit cipőt csinálna, tehát az iparon valószínűleg... Hát föl kéne oldanod. Valószínű. Mert ugye én a mezőgazdasági oldalt... Lent, nézd csak lentre legalul. Én látok egy ilyen ruhaikont. Az egy... ezé... páncél, mes... Fölötte lévő... Fejlett páncél. Nem, az páncél, én ruhának néztem, amik annak, aznak is jelzi, de... Meg egy csomó minden a korai hozzáférésben zárolva van. De várjál, már hivatalosan megjelent a játék, nem? Fúrja, hogy akkor korai hozzáféréses. Viszont úgy látom, a lent taratjuk. Pedig be a... valamit szednek. És egy kupacba hordják oda középre? Aha. Aztán jönnek a kocsisok, akik meg elviszik. És akkor ide be is hordták a lent. Jó. Megint lesz akkor ruhájuk, amivel tudnak fejlődni. Már mint vászon. Igen. Oké, azt mondja, hogy építkezés, földművelés, és nekünk egy... mező kéne, ahol árpát fogunk tudni termeszteni. Aha. Az kb. A szomszéd terület lesz. Hm? Szóval itt a szomszéd terület, az alkalmas lenne árpa termesztésére. De onnan meg nem tudsz átmenni, gondolom. Milyen kipróbálom, hogy lerakok egy olyat, hogy mező. Nincs felhatósága régió fölött. Követelés befolyással 1000 pont, vagy követelés a király kegyével. Értem, és nekünk 600 pontnyi befolyásunk van. Oké. Okay. De Árpának a valamelyik erdő alatt jelölt egy kisebb területet. Azt mondja, a tizedből, brigantik legyőzéséből, templomok és kastélyok korszerűsítéséből. Rögtön megszalad a ceruza. Hát persze. Nézd meg újra az Árpád hídon, mert itt van még erdő alatt volt egy kisebb terület, mert abból gondolom nem kell olyan rohadt nagy mennyiség a sörhöz. Azt mondja, hogy... árpa... itt a búzaföld melletti részre gondolsz? Hát figyelj valamit, hát gondolom most az alapsörfőzés az nem kell annyi, mint a... hogy hívják, az mint hogyha kenyeret kéne gyártanod. Értem, hogy szar, aláírom, de a semminél csak több.
A mezőgazdászok neki mentek földet túrni. Amint a gilisztatókna a földet. Azt mondod, hogy dűne kettő? Hát, igen, no, nagy giliszta, igen. Jó, hát majd kiderül, elkezdünk termelni ilyet. És a kézműveseknél láttuk, hogy ma látta a ház. Lerakunk egy maláta házat. Remélem ez csak valami fordítási hiba. Mármint a maláta ház? Igen. Még egy árpából hogy lesz maláta? Attilát megkérdezheted. Az árpa Attila. Rohanjak? De közelebb vagy hozzá, úgyhogy menjél te, a te hangod mélyebb. Menj előre, te hangod mélyebb? Igen, az élelmiszerünk az azt mondja, hogy a piac téren nem két típusú. Hát valóban. A sima árpából lesz a maláta, vagy a búzából csirasztott. Hol a lobunk? Dolgozik valahol biztos. De ló az mire jobb? Szekér elé kötve? Nem vagy az... tudom, hogy lovas szekér, vagy mi lesz belőle, mert... Vagy szántanak vele? Nem tudom. Lövésem nincs ennyire jó a ló. Hát bazd meg, te vagy a királyság ura, mit csinálsz? De jó, de hát attól még, hogy a királyságban van ló, attól még nem gondolod, hogy tudják, hogy mit csinálnak. Hát nem ártam, a ló régen is érték volt meg az egy normális királyságban nem a király tudja, hogy mire való a ló, jó? Jó, vannak. Nézzenek ma, hogy megsértődött a kis király. És mindjárt lesz 1000 darab befolyáspontunk, mert megtanultuk, hogy templomok korszerűsítése, de azt nem tudom korszerűsítése. Mindjárt lesz 1000 az elmúlt, nem tudom, 6-8 percben nőtt 20-at se, de oké. Húzzál föl még egy templomot, vagy még 6-ot. Most még egy templomot fölhúzunk, az biztos. Amúgy a kezdeti... És ez már egy olyan nagy település, hogy ennek már 2 templom is jár. Hát igen. A Notre Dame-i katedrál is mikor kezdjük el építeni. Hát, leszel a toronyőr? Én? Te. Figyelj, akkora púpom van? Nem tudom, hogy van, nem láttam rajta a púpot. Hát akkor... De megoldható. Igen. Lehet, hogy hamarabb ütök a hátadra egy nagy púpot, mint te az enyémre. Jaj, hát ezt nem úgy kell csinálni. Nem? Haranggal? Felén kezdje! Igen, gyakorlatilag fogunk egy nagy szeles lapátot, és csinálunk akkora púpot a másik hátára, hogy az csak na. Fölupgrade-eljük a templomot. Mi hiányzik? Nincs kaja. Ez jó. Mondta. Így örültél 8 hónapnyi tartalékkal. Szerintem az van, hogy a mezőgazdaságot meg kell tupírozni. Azt mondja, hogy parasztház. Úgy. Oda leteszel egy parasztház. Úgy.
És nagyon remélem, hogy elkezdik építeni, mert 11 darab szabad család van, aki munkanélküli, és ezzel 8 család kapna melót. Megdurvulunk itt a mezőgazdaság terén. Korszerűsítettük a templomot. Nagyon jó, az apácazárda is megépült hozzá. Lehet hozzá apácazárdát építeni? Tudom. Egyelőre nem azt írja. Csak a papok ne unatkozzanak a cölük bátus alatt. Befejeztük a parasztház építését, azt mondja. Ja, ez az? Hát te letted le ilyen. Logisztika. Ide is rakunk ökröt. Adj! Újabb 8 családot beállítok mezőgazdálkodni. Turbó módban szeretném, hogyha csinálnátok a mezőgazdaságot mindenhol is. Túrják ott. Ja. Ugye egy két területet ugoroltatsz egyszerre, ugyebár akkor nem kell annyi ember. Ha hármat kell megművelni, akkor igen. Nincs elég pénz importra. Mennyi juhod lett? De vannak egy páron, 6 vagy 7 ma ott van. Hát abból lesz a gyapjuk. El is vetették. Helyett. Úgy látom. És ebből majd lesz kb. 150 abrak. Árpa. A juhok, 6 darab juhunk rohangászik. Na, hogyha összehozzák párba, akkor évente 3-mal nőhetnének. Ez meg éppen ugarom van, úgyhogy ezen azért nem dolgoznak. De állatot át lehet terelni. Búza mező meg nyomja a termést. Meg búza mező. Ugye a juhokat átküldhetnéd, mert emeljtek már a trágyázást kifejlesztetted? Vagy csak a kortot? Nem. Akkor még nem kell átküldni. Dolgoznunk kell, hogy ne haljanak éhen, meg legyen sörük, és akkor tudunk szintet léptetni, és akkor abból talán lesz pontunk majd. A bogyó lelőhelyen szedjük a bogyót. Igen, a bogyó az az elején jó, de aztán utána kell élelmiszert termelni mindenfelé. De se lenni a bogyón szerintem évekig. Bár hát mondjuk, hogyha a vadász nem vadászik, akkor áfonyás szarvas steak az úgy nem rossz, de... Jaje. Egy idő után és néha elkapunk egy birkát is. Hát... Ha erre van gusztusod, én kihagyom. Én úgy látom, hogy a birkák azok nem termelnek húsit. Hát gondolom le kell vágni. De nincs rá opció. Van. Hát de te mondtad, hogy a jószágra, hogyha kattintasz... Én lelassítom az időt, mert nagyon gyorsan szaladgál a jószág. Jó. Várakozik. Juh, megy valahová. GPS juh. Te mondtad korábban, hogy le lehet vágni a juhokat. Hát, akkor... miért normálban nem? Normálban persze. Hát a birka pörkölt.
Bár mondjuk a birka pörkölt az nem gyapjú. Tehát van ugye gyapjas birka, meg van húsbirka. Na de hát a gyapjas birkát is meg lehet enni, hogyha már nagyon öreg. De meg, persze. Meg a fiúkat minden év elején. Inkább a gyapjáért tartok. Jó, bár hát tartunk. Ez ugye régen volt jellemző, manapság nem adnak érte semmit. Az a poén hallott, hogyha manapság levágják a birka gyapjút itthon, akkor kiviszik Kínába, majd feldolgozzák, majd utána visszaimportálják. Ez logikusan hangzik nekem. Erről ne akart, hogy kifejtsem a véleményem, mert régen úgy volt, hogyha volt mondjuk 100 darab juhod, akkor a juhoknak a téli ellátmányát majdnem kifutotta a gyapjúnak az ára, amit eladta. Manapság szinte megy a kuká. Mert ma 100 darab birkáról, ami lejön gyapjúhozzal, nem éri meg már. Tehát talán azzal még éppen, hogy de az az alatti száma nem nagyon éri meg vacakolni. Feldolgozni, szállítani, tisztítani. Rövidesen érik a búza. A hozamja nem lesz sok. Egyre jobban merül ki a föld. Rá kell majd menned a trágyázásra is, hogy javuljam. Jó, hát persze, de hát ahhoz az kell, hogy ne halljanak éhen, és akkor van arra esély, hogy trágyázgassunk. De figyelj már pontot, csak abból kasszon, akkor eléggé kevés pontot fogja. Minden szinten egy fejlesztési pontot kapsz, amit a város specializálására és hatékonyabbá tételére fordíthatsz. És nekünk most már 3-as szintű polgári parcella kell, a 3-as szintű polgári parcellák szintlépéséhez pedig az, hogy legyen kocsma, 3-féle kaja, 2-féle ruha. Hát vannak igények. Igények vannak, a termelés pedig még nem tökéletes. Árpa is rövidesen érik valamennyibe. A búza meg mindjárt megvan. 89%-on. És a nagy búzamező az most éppen ugaron van. Rövidesen szerintem kifognak rajzolni az emberek, mert megérik ez a búza. Az árpa az még érik. De június van, tehát ez most nem gáz ez a búza. Ha júniusban 93%-os a búza, akkor nem aggódok olyan nagyon. Tehát most akkor várni kell egy kicsit, hogy termeljenek maguknak dolgokat, mint kaja. Meg a búza érését leginkább, de hát akkor ki tud szakadni 2 darab paraszházból 16 család búzát aratni. Elvileg gyorsan kéne feldolgozzák, és mire befejezik, addigra meg lesz izé, lesz árpa. Ha lesz árpa, lesz sör, ha lesz sör, lesz boldogság. Mert egyébként a sör is élelmiszer? Nem. És arra is kéne egy pont, hogy tudjunk gyümölcsöt termelni majd. Probléma mi? Ugye beérik, 100% a búza. Lehet jönni aratni. Július van és a búza beére. Engedélyezem a korai betakarítás. Na, el is indultak, úgy látom, emberek aratni. Kis hangyák itt megindultak búzát aratni nekünk. Csicsadirdúr leszették a búzát.
paraszházba hordjuk be a búzát ezerrel. Jó, hát egy viszonylag szép adag búzát itt behordanak, lesz kenyerük, ami azért jó, mert élelmiszer tartalékunk nagyjából a nulla felé konvergál, szóval jó lenne, ha végigérne a plusz élelmiszergyártásunk. És már is ültetnek újat? Újra előtetik a búzát, behalok. Augusztusba. Jó, hát úgy látom, hogy és akkor most nyomnak még egy adag búzát neki következő év. De mivel szépen csinálják hangyabolyként, ezért nagyon megy neki. Így meg lesz kaja. Na, közben beérett az árpa. Ami azért jó, mert akkor lesz árpánk is, akkor ebben lesz sör. Ugye? Sörterme. Malátaház, és... Van valami help? Van. Malátát állítanak elő. És a kocsma csinálja a malátából a... Sör kell a működéshez, de nekünk csak malátánk van, tehát valahol még elhal a dolog. Valahol még meghal a történet, de nem baj. Hát hogy lesz nekünk akkor sörünk? Na, hogy állunk? A sört keresem, hogy... Malátát készítünk mindjárt, és a sör az... Kocsma csinálja, vagy a templom, vagy külön van? Nem nagyon van semmi a sörre vonatkozó épületünk. Mégségbővítés, öntözés, rostermesztés, gyümölcsös, juhtenyésztés. Hát ez jó lesz. Élelemmel továbbra se vagyunk nagyon eleresztve még. Malom dolgozik. Fék dolgozik, jó. Nem tudom, több vadász. Valahogy azért kaját kéne termelnünk. Ezek itt fognak éhen pusztulni nekünk. És nem látom, hogy hogyan fogunk magasabb szintű ruhákat gyártani. Éhínség van, oké, nagyon örülök neked. Ipar. Nem lehet, hogy upgrade-elni kell itt az épületeket? Hát ha tudod, akkor igen. Szövőműhely, meg kerzőműhely. Haladó, nem. Emberek, igen. Arról általános... A ruhabódét kell húznod kettes szintre. Tessék? A ruhabódét is lehet fejleszteni, bár már csak az kereskedős. Ágynemük festékek és köpenyek egyebek. De melyik a ruhabódé? Hát ahol a vásznat csinálod. De itt nem ajánlja fel az upgrade-et. Itt nincs upgrade-re lehetőségünk. Ilyenkor mi van?
Várj, ez a piacos. Emelni kell a település szintedet. De a település szinthez kéne a ruhabódét emelni. Hogy cipő, ruha vagy köpeny tudjunk csinálni. Hol a help? Raktár, raktárépület, többlet, készlet, tartalék, izé-mizé, hazé, bővítőhely, kézműves, településszint, befolyás, ja, várjál, épületek. Azt mondja, hogy terzőműhely, írha a bőr, ezé. Gyapjút gyűjtenek juhok legeltetéséből, igen. Szövőműhely. Gyapjút használ fonnal előállításához, lent vászóhoz. Hát? A görges lentebb még nincs, lentebb. Ja de. Ruhás bódé, de az ruha... Várjál most! De folytat. Bezár. Igen, a magát market részen tudod felfejleszteni, akkor lehet, hogy feloldaná? Tűzifa, élelem... Ruhás bódé... Ruhás bódéba árulunk vásznat meg bőrt. Ezt nem tudod fölfejleszteni? Nem, nincs fejlesztési opció rá. Csak annyit mutat, hogy van ruhás bódé. Itt is van ruhás bódé, ahol ugye fonál meg izé van. Élelembódé. Festőműhely, bogyó festékké, az oké, okay, a bogyóból van festék. Igen. Fejlesztések fülön, fönt, katonosság mellett. Na, azt mondja, hogy fejlesztés harmadik szintre. Plusz család, blabla, igen. Kereskedő szekér, a ló alkalmazása a kereskedő állomáson a gyors kereskedelem. A gyűjtögető kunyhóban van valami upgrade, azt mondja. Itt. Ha lenne elég pénzünk, akkor tudnánk fűszernövényeket termelni a gyűjtögető kunyhóval. Jó, hát egyelőre élelemfronton nagyon nem azt termeljük, meg a nulla kaja, meg néha van egy-egy kenyér. Nem állunk jól. Hát akkor még egy búzaföld. Tönköly búza. Itt olyan viszonylag zűd.
Oké. Oké. Mondom, búza. Ja. Két búzaföldet csináltam, hogy ilyen részleteibe tudják menedzselni. Ezzel viszonylag nagy területet menedzselve. This is heavier than it looks. Egy kemencébe berakok egy plusz embert, egy több kenyeret süssön. Mert hát kell. Na, és közben... Figyelj már, a... Tier 2-es lakóházod van, ahol még van üres opció. Oda nem tudsz egy sörkészítőt felhúzni. Tier 2-es? Aha, a lakóháznál. Ó, oh, bassz meg. Én ha nem gond, akkor ezt nem tenném meg, ezt rád bízom. Aha, igen, jó, értem. Jó, hát hogyha lesz elég kajájuk egyszer valamikor, akkor igen, akkor sörfőzőt tudunk csinálni belőlük. Tier 2, nem, Tier 1-be is. Igen, már engedi? Nem csak 2-től? Oké. Nem tudom, lehet, hogy 2-től. Nyomom föl a lakosságot egy kicsit, hogyha legyen elég ember, aki dolgozik sörfőzdérben. Meg akkor ott meg kell nézni, mert akkor ott úgy látom, hogy itt lesz a tabú műhely is, ami a ruhaköpenyt csinálja, a cipész is, ami asztalos műhely, fegyverkovács, meg éjkészítő. Értünk mindent. Most már. Oh, this is heavier than it looks. Élelmiszer fronton, viszont a kenyéren kívül is kéne valamit prezentálni nekik majd. Lehet, hogy állokkolni kéne ezt a gyümölcsöst, mielőtt rágyázunk. Három év, amíg kifejlődnek a fák. Mi a véleményed erre, hogy almafa is kéne? Hát, oké. Okay. Csak három év. Hát... Lehet, hogy a fa kifejlődik, de nem lesz, aki leszületelje. Kihal a falu. Most raktam be az új vadászkunyhóba még két embert, hogy vadászgassanak. De van lehet, hogy ők egymásra vadásznak. Hát nézd, mivel 15 éhező családunk van, 18, ezért... Éhezők viadalok. Van baj. Van egy csomó birkátok, de éhen haltok. Van egy csomó ökrötök, de éhen haltok. Nem is értem. Nézd meg Indiát. Hmm.
Lehet, hogy itt a birka a szent állat. Itt a birkának, a birka a szent állat valószínűleg, igen. Nem lehet, hogy valamelyik lakóházad végébe tudsz egy hentes műhelyt is fölrántani. Közben füvészkertet rakunk, építünk a gyűjtögetőkhöz, hogy legalább a betegségeket megelőzzük. Mit szólsz ehhez? Hát... Vagy egy kis kokukfűvet tesznek a szarvasok. Rozmaringot a birkához. És... Ja, megy a gazdálkodás ezerre. Három földet egyszerre kapálnak. Ez mondjuk már reálisabb, hogy ekkora mennyiségű föld elláthat ennyi embert. Ó, a búzamező meg ez a legnagyobb búzamezőnk meg éppen érlelődés alatt van. Jól is. Tudod, Maria Antoinette mondta, hogy ha nincs kenyér, akkor legyenek kalácsot. Hogy legyen neki kenyér. És miből lesz a kalács? Hát jön Mária Terézia lánya volt, szerinted? Mondtam én, hogy az uralkodóknak nem kell érteni a lóhoz. Nem, nekik ott a lónak bizonyos szerszámaikhoz kell csak érteni, ugyanúgy, mint a férjük bizonyos szerszámaihoz. Igen, de a dinasztia fenntartásának a problematikáját azt meghagyom a Nessai-nak a Crusader Kings 3-ban. Igen, nem akarsz belefolyni a dinasztia fenntartásába. Hú, bazd meg, néztem azt a játékot, hogy az már beteg. Hát az elég részletes, igen. Hát de figyelj, végül is, hogyha van rá igény, akkor miért? Nem kell mindenkinek azzal játszani. Nem is, persze. Ugye, aki szeret szöszölni, meg molyolni, hát miért? Normálisan kidolgozott játék, értem én, hogy kurva sokan nem bírják, hát... Szerencsére van más játék is. Nem, én csak azért mondtam, hogy az olyan hubaz meg volt, amikor láttam. Igen. De azt hiszem a piac elbírja. Bőven. Sok szar játék mellett lehet egy-két komolyan. Az legalább nem egy annyira szar játék, igen. Szakadó esőben is dolgoznak a parasztok. Úgy van. Helyes. Meg feltölti őket a villámlás, az még gyorsabban kapálnak. Hát ne álljanak a fa alá. Egy vaskapával a kezedben. Megvan a földelés. Vasat nem bányászok, haló. Hát nem, mert kőkapával dolgoznak. Hát, vagy fával. Hát, hát, hogy akkor tényleg azért úgy viselkedek, mint a hernyok. A kukacok. Ha véletlenül van egy havi kajájuk. Van bogyó, kenyér, zöldség, upgrade. Na, csak kétféle kaja volt ott, akkor az egyes szintűeket lehet upgrade-elni, nem? Mert nem jutottak még el a kajáig. Elkezdett befelé jönni az élelmiszer. Helyes. Ja, van kenyerünk.